Tisztelt hajdúdorogiak! Hölgyeim és uraim! Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket a görög katolikus advent első vasárnapján. Az idén ismét összegyűlhettünk városunk főterén, körbeállhatjuk az adventi koszorunkat, és élőben hallgathatjuk azokat az értékes gondolatokat, melyeket a felkért személyek osztanak meg velünk, segítve, hogy megszülessen bennünk is, vasárnapról vasárnapra, 6 héten keresztül a karácsony csodája. Advent. A szó a latin Adventus Domini, az Úr eljövetele kifejezésből származik. A karácsonyt megelőző 40 napot jelentette, utalva arra, hogy Jézus ennyit böjtölt a pusztában. Amikor a keleti egyház adventi koszorút készít, 600 gyertyát tesz rá, jelezvén a készület idejét. A világító gyertyák számának növelése szimbolizálja a növekvő fényt, amelyet az Isten a Jézusban várakozónak ad karácsonykor. Az adventi időszakban arra készülünk, hogy a mi lelkünkben is megszülessen Jézus. A megváltó példájából próbálunk erőt meríteni a saját életünkhöz. Az adventi hetek a karácsonyhoz vezetik az embert, a karácsony pedig a szeretet által egymáshoz vezet bennünket. A legszebb, legbensőségesebb ünnepünk, mely lehetőséget nyújt arra, hogy a szeretet és az összetartozás jegyében gyertyát gyújtsunk. Ilyenkor van alkalmunk igazán, hogy rohanó világunkban egy kicsit szünetet tartsunk, és szeretteink körében békésen, meghitten ünnepeljünk. A karácsonyt sokféleképpen lehet ünnepelni. Örömét csak az éli át, aki nem elégszik meg a külsőségekkel, hanem magáéva tudja tenni az ünnep igazi tartalmát. Adventben a várakozás szépsége, feszültsége és öröme együttesen van jelen. Az ünnepi összejöveteleken, a gyertyafények alkalmával érzékelhetővé válik ez. Lélekemelő érzés, amikor a városlakók összegyűlnek az óriási adventi koszorú köré, hogy vasárnapról vasárnapra közösen gyújtsanak gyertyát, növelve az ünnepbe vetett hitüket, az együvé tartozás, a hajdúdorogi közösségekhez tartozás melengető érzését. Márai Sándor sorai jutnak eszembe. Karácsonykor az ember mindig hisz egy kicsit a csodákban, nem csak te és én, hanem az egész világ, az emberiség, amint mondják, hiszen ezért van az ünnep, mert nem lehet csoda nélkül élni. Legyünk részesei mi is a csodáknak. Találkozzunk 6 héten keresztül városunk főterén, s készítsük föl együtt lelkünket az ünnepekre. Elsőként tisztelettel szeretném felkérni főtisztelendő Dalanis Zoltán esperes parókust, hogy szentelje meg a 2021 évi városi adventi koszorunkat. Áldottam Istenünk öröktől fogva most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Dicsőség néked, Istenünk, dicsőség néked. Mennyei király, vigasztaló igazságnak lelke, ki mindenütt jelen vagy, és mindeneket betöltesz, minden jónak útfeje és az életnek megadója, jöjj el és lakozzál mi bennünk, és tisztíts meg minket minden szenytől, és üdvözíts jóságos a mi lelkünket. Szent Isten, Szent Erő, Szent Hallatatlan, irgalmaz nekünk! Szent Isten, Szent Erő, Szent Hallatatlan, irgalmaz nekünk! Szent Isten, Szent Erő, Szent Hallatatlan, irgalmaz nekünk! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
most és mindenkor és örökkön örökké, amen. Szent háromság könyörülj rajtunk, Urunk, tisztíts meg bűneinkről, uralkodó, bocsáss meg vétkezéseinket, szentek indítsd és gyógyítsd meg betegségeinket a Te nevedért. Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké, amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Üdvözlégy azt a teljes szűz, mert tőle sugázott ki az igazság napja, Krisztus Istenünk. Mert világítván a sötétségben levőket, Te is örvendjék, Uda Simeon, mert szóltad, jaj, vedd az üdvözítőt, a lelkünk szabadítóját. Üdvözl légy, malasztal, teljes szűz, mert tőled sugázott ki az igazság napja, Krisztus Istenünk. Mert világítván a sötétségben levőket, Te is örvend igaz Simeon, mert karjaidra bövid az emberi nem szabadítóját, ami lelkünk üdvözítői. Könyörögjünk az Úrhoz! Uram, irgalmazz! Mindenható Isten egyedül jós, egyedül igaz világosság, aki a mi üdvösségünkért a Te prófétádnak Mózesnek ezeket mondottad, hozz elő asztalt, és rárakván a hozzátartozókat, hozz elő gyertyatartót a gyertya elhelyezésére. Buzgón kérünk Téged, hogy ezeket a gyertyákat, melyeket hívő szolgáid parancsod szerint a karácsony idejének jelzésére és a Te felséged dicsőségére hoztak, kegyesen fogadván s a legszentebb lélek kegyelmének harmatát, ember szeretőleg rájuk árasztván, megáldani és megszentelni kegyeskedjél. És én méltatlan áldozó pap azt akarván, hogy három fényű istenséget dicsőítésére égő gyertyákat helyezzenek eléd, megáldom és megszentelem azokat, hogy mindnyájan, kik megközelíthetetlen dicsőséget szentélyébe jönnek, lássák a Te igazságod valódi fényét, és a Te nagy kegyelmedet megvalván, akaratodat értsék meg, s a világosság fegyvereivel felszerelve, és minden ördögi cselvetés ellen megoltalmazva, a Te soha el nem sötétedő világosságodat segítségeddel elnyerni méltónak találtassanak, mert Te vagy a mi megszentelésünk, és Téged dicsőítünk, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön örökké. Megáldatnak és megszenteltetnek ezek a gyertyák a Szentlélek malasztja és a szentelt vízzel való meghintés által az Atyának és Fiúnak
dicsőség néked, Krisztus Istenünk, a mi reménységünk, dicsőség néked. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké, amen. Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, hogy áldás, Uram! Krisztus igaz Istenünk, az ő legtisztább anyjának és minden szenteinek esedezése által, könyörüljen rajtunk, s üdvözítsen minket, mint jóságos és ember szerető. Amen. Szent atyáink imájától, Úr Jézus Krisztus Istenünk, könyörülj rajtunk. Amen. Hajdúdorog adventi koszorújának első szálgyertyáját Orosz Mihály kántor, Hajdúdorog város díszpolgára gyújtja meg. Orosz Mihály kántor úr 1949. július 28-án született Hajdúdorogon, egy 8 gyermekes család 6. gyermekeként ikerhúgával. Általános iskolai tanulmányait a tanyájuktól 3 kilométerre lévő Hajdúdorogi Petőfi általános iskolában végezte, majd 1964 őszétől Debrecenben kádár szakmát tanult. A gyakorlati tudnivalókat Budapesten 1967 és 1970 között a Liget utcai hordógyárban sajátította el. 1970-ben visszaköltözött Hajdúdorogra, szülővárosába és kádár iparosként dolgozott 1971-ig. Mivel gyakorló, vallásos családban élt, közeli viszonyt ápoltak az atyákkal, és az anyai nagybácsi görögkatolikus lelkész volt. Így a dorogi atyák előtt ismeretes volt szándéka a kántori szolgálat irányába. Vatamán Imre kanonok parókus úrnál kapott lehetőséget a kántori tevékenység megkezdésére. Kiváló hallása és hangja könnyen a kántori munkához tartozó akadályok leküzdéséhez segítette. Keresztes Szilárd püspök úr által Mária Pócson és Hajdúdorogon szervezett kántorképzők segítségével hamar elsajátította a görögkatolikus egyházi szertartások énekeit. 2021. május 1-én volt 50 éve, hogy hitvallása szerint szolgálja az egyházat, a híveket, de elsősorban az Úristent. Vallja, hogyha újra kezdené, újra vállalná. Orosz Mihály 1976-ban szentségi házasságot kötött, és két lányuk született, de 1981 a próbatételek éve volt. Autóbalesetben elvesztette feleségét és nagyobbik gyermekét. Élete derékba tört, és lelke romokban hevert. Másfél év után Isten feleséggel ajándékozta meg, akivel ma is harmonikusan, boldogan, egymást kiegészítve és megbecsülve élnek. Házasságukból 3 fiúgyermekük született, akik közül középső fiúk ma már felszentelt papként szolgál. A jó Isten még 6 unokával is megörvendeztette. 2021-ben Hajdúdorog város önkormányzati képviselőtestülete a nagyra becsülés és tisztelet méltó kifejezéseképpen Orosz Mihály urat Hajdúdorog város díszpolgárává fogadta a közösségért végzett kiemelkedő tevékenységért, közösségépítő és önkéntes feladatvállalásaiért, a görögkatolikus hitéhez való hűségéért, hitéletbeli tevékenységéért és elhivatottságáért. Szeretettel és tisztelettel fölkérem Orosz Mihály urat, ossza meg velünk ünnepi gondolatait, és gyújtsa meg az első szál gyertyát. Oh,
Tisztelt képviselő úr, tisztelt polgármester úr, alpolgármester úr, parókus úr, kedves hajdudorogiak! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy én gyújthattam meg az első gyertyát, az adventi koszorún. Itt állunk a karácsonyt megelőző bűnbánati időszak küszöbén, amely holnap kezdődik. Lehet ráhangolódnunk a bőttel kapcsolatos eseményekre, 6 héten át lehetőségünk lesz gyűjtögetni lelki kincseket, várván a kis Jézus érkezését. Jó tettekkel, szeretett adományokkal, lemondásokkal valóban elévülhetetlen kincseket szerezhetünk magunknak. Elődeink, dédszüleink, nagyszüleink élen jártak a húsos eledelekről való lemondásban. A mai világban, a mai emberének ez már nemigen nyeri el tetszését. Az, hogy a hétfő, szerda, péntek hústalan legyen, elképzelhetetlen. De megvalósítható az, hogy lemondjunk olyan dolgokról, amiket nagyon szeretünk. Igaz, ehhez erőfeszítések kellenek. Velünk az Isten, értsétek meg nemzetek, és térjetek meg, mert velünk az Isten. December 24-én este, 11 órai kezdettel ezt énekeljük a nagyesti zsolozsmában. Bíztatni szeretnék mindenkit arra, hogy vegyen részt ezen a csodálatos szertartáson. Eszembe jutnak a több évtizeddel ezelőtti karácsonyok. A Székesegyház tömve volt ünneplő, kis Jézust imádó emberekkel. A padsorok tele voltak, az északi és déli oldalhajók is. A három karzat úgy szintén. A hívek könybelábadt szemekkel énekelték a csordapásztorok Betlehemnek pusztájában, mennyből az angyalt, és a többi karácsonyi énekeket, melyektől zengett a templom. Az utóbbi években nem szeretek lenézni a karzatról. A padok fokhíjasok, és ez szívszorító látvány. Miért is van ez így? Hogyan jutottunk el ide? Egyáltalán merre is tartunk? Mi lesz így gyermekeinkkel, gyermekeinkből, unokáinkkal, unokáinkból? Ezeken el kell gondolkoznunk nekünk szülőknek, nagyszülőknek. Kedves anyukák és apukák, mi szülők a gyermekeinket az Istentől ajándékba kaptuk. Nekünk el kell velük számolni az Isten előtt, nem lehet elodázni, nem lehet megmagyarázni. Úgy tudom, hogy a hajdudorogi iskoláinkban több mint 600 gyerek tanul. Szívesen megkérdezném vasárnaponként, mikor a Szent Liturgia hallgatása kötelező lenne szülőknek és gyerekeknek egyaránt, miért csak 30-40 gyerekkel találkozom? Ez itt a kérdés, és az, hogy milyen lesz így a jövő. Kedves hajdudorogiak, a hit nem mindenkié. A hit Isten ajándéka. Az Úristen azt szeretné, azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, de ehhez mi magunk is kellünk. Az Istennek nincs szüksége a mi imáinkra. Nekünk van szükségünk az ő kegyelmére. Velünk az Isten, értsétek meg nemzetek, és térjetek meg, mert velünk az Isten. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Szeretném színpadra szólítani Munkácsi Anita színművésznőt, a Móricz Zsigmond Színház tagját, és Horányi Tamás zongoraművész és Móricz Zsigmond Színház korepetítorát. Munkácsi Anita már számtalan előadásban bizonyította tehetségét, Tündér Lala, Bob Herceg, Hampüpőke című mesemusical főszereplőjeként láthattuk. Jelenleg a Közellenség című előadásban látható a színházban. Béke szájon című zenés verses estjéből hallhatunk és láthatunk részleteket. Fogadják őket szeretettel! Nagyon nagy szeretettel köszöntünk mi is mindenkit, és az előző beszédből ragadnék ki egy szót, ami azt gondolom, hogy nagyon megragadt most a fejemben, lelki kincseket gyűjtögetni. 2019-ben, amikor a kislányomat hordtam, akkor készült el ez az Est Béke szájon címmel. Több helyen is sikerült szavalnom és énekelnem ezeket a dalokat, és azt hiszem, hogy azért is gyűlt ez akkor bennem össze, mert hogy nagyon vártuk a születést. Február 24-én ez a kis csoda megszületett, és azt hiszem, hogy, sőt, tudom, hogy ennek az estnek a dalait ő már az anyamében ismerte, és aztán jelt adott nekem később arról, hogy ezt együtt csináltuk végig. Igen, az én lelki kincseim a várakozással, a születésre való várakozással, decemberben ezek a dalok és ezek a versek lettek. Fogadják őket szeretettel! Miért fekszel jászolban, ég királya? Visszasírsz az éhes barikára. Zenghetnél, lenghetnél angyalok közt, mégis itt riddogálsz állatok közt. Bölcs bocik szájának nagy fuvalma, jobbtán, mint csillagűrszele volna? Jobbtán a puha szénalom, mint a magas égi birodalom? Istálló párája, jobb az neked, mint gazdag nárdusok és kenetek. Lábadhoz tömjén hult, és arany hult. Kezed csak bús anyád melléért nyúlt. Becsesnek láttad te földites koldust ruháját, hogy fölvetted ezt? S nem vélted rossznak a zord életet, te, kiről zengik, hogy megszületett? Szeress hát minket is, koldusokat! Lelkünkben gyújts pici gyertyát sokat. Csenges éjünkön át, s csillantsd elénk törékeny játékunkat, a reményt. Édes álmot, jó hét, amit kis szíved kért, amit vártál oly rég, nézd, mi szép most az ég, csillagfény ragyog rád, sötét fák lombján át, csillagfény ragyog rád, sötét fák lombján át. Gyere, szép virágszál, kicsi bölcsődbe már, aludj szépen, csöndesen, drága jó gyermekem, ha majd elszáll az ég, kedves nótával ki, ha majd száll az ég, kedves nótával ki. Holnap új mosoly vár, ahol véglabad jár, ott a fű
száj szebben nő, nincs ott gombó felhő, aludj jól, aludj hát, sok kis csillag néz rád, aludj jól, aludj hát, sok kis csillag néz rád. Az égbolt elsötétedett, s akár a végítélet zord fellege tört volna ránk, a föld is oly sötét lett. Gyermek szívünk is oly nehéz, a házak és a kertek, az egész törékeny világ éreztük velünk reszket. Aztán roppan csöndön át, puhán és észrevétlen, a hangtalan meginduló és puha hóesésben, akár a fényes pelyhek is vigyázva földet értek. A fényességes angyal is. Ő is a földre lépett. Számlálás volt Betlehemben. Így szól a karácsony története. És akkor született meg egy istállóban az Úr egy fia, Mária gyermeke. Nem volt ki szállást adjon nékik. Barmok lehelték rá a meleget. Nem volt egy pólyája. Egyetlen takarója, meséli a monda, mert ott született. De Cegléden, vagy Kecskeméten, a Hortobágyon, ha született volna, az első karácsony igaz történetéről így szólna ma a bibliai monda. Rozál épp az udvart seperte, János meg a jószágnak almozott. A kis Péterke az öreg kandúrral játszott, a puli meg hátul kalandozott. Akkor ért a ház elé József,
Jó tejszagot lehelt a méla csönd. Mária fáradta. Alig vonszolta magát, s a kerítésen át József beköszönt. Rozál fogadta hangos szóval. Miszér sodorta erre kenteket? Törvénybe mennénk, de beteg lett az asszony, s pihenni kéne, mert ránk esteledett. Kerestünk födélt a kocsmában, de szállást a bérlője nem adott. Hely pedig az asszony az utolsóban van már, de hiába nincs pénz, mert szegény vagyok. Már istáló is elég lenne, csak tető legyen már fejünk felett. Rozál seprűjét a falnak támasztotta, Bodria kiskapuig settenkedett. Takarodsz vissza, beste lelke! Kerüljenek csak kietek bentén. Talán egy ágy az csak akad majd még a háznál. Hogy elfáradt szegény, eszem a lelkét. Szélesre tárta a kiskaput. Mária arca, mint viasz sápadt. Ne ugass már, Bodri! Hát nem látod, hogy vendég? Eredj csak, Péterke, szólj az apádnak! Jöjjön csak, lelkem, segítek én. Támaszkodjék rám, óvatost lépjen. Úgy, úgy, lelkem. Kend meg, csukja be a kaput, de siessen, azt maga is segéljen. János is septen előkerült. Kemény keze még a villát fogta. Utasok. Nincsen szállásuk, s beteg az asszony. Behívtam őket, miért ne tettem volna? Az asszonynak ves tiszta ágyat. Az ember meg elalhat a rócán. És venni, vagy valami enni is akadtán a háznál. Péter egy kis borért fiam szaladt csak. A Bodri is oda sündörgött. Péter a bugykossal már is kocog. És ameddig az asszony megvetette az ágyat, János kolbászt és egy köcsök tejet hozott. Máriát már a fájdalom rázta. A párnák közt csöndesen feküdt. És amíg az asszony terít, megnyugodva látja, hogy János a szobába éppen befűt. A kemencében lángolt a tűz. Rozál az ágynál csendesen állt ott. És lelkükre a tiszta ágy friss párnaszaga, mint békesség, csendesen szállott. Kint az égen holdfény ragyogott, házra, tájra ezüst színt port hintett. És még nem volt éjfél, mikor a meleg szobában én megszületett a régen várt kisdet. A szomszédságból akad bölcső, Nagy Andrásségtól csipkés kis paplan, s 4-5 asszony zsibongott a szomszéd szobában a kisteknő körül szép kör alakban. Jaj, de szép! S fiú, nézd csak, apjuk! Újongott Rozál, míg óvta, mosta. És ígyen született meg az Isten gyermek. Már hogyha nálunk született volna. Erdő mellett estvélettem, soha vajon mi lesz az, ami megmarad a lelkem drága szülötteiből, ha majd az idő rajtuk áthalad?
Kerék alatt marad a szívem vére, vagy fölvesz egy-két csöppet szekerére az idő, aki vadlovakat hajt. És meddig viszi majd? Keres számukra jövendő napokban egy a maihoz hasonló talajt. A hivatottak sokan vannak, a választottak kevesen. És választottak vannak-e vajon? A hangulatok gyűrűk a tavon. De mi lesz, ha majd kisimul a tó? A nép lelke, mely gyűrűket vetett, és mi az, ami örökké való? De balga módra mit kérdezgetek? Ha csak egy lelket szebbé jobbá tettem, ha csak egy szívbe szent magot vetettem, ha csak egy lángot növeltem az égig, egy ügyet védtem utolsó csepp vérig, mit érdekelnek korok, emberek? S hogy meddig emlegetik nevemet, és meddig élek énekesek ajkán, ha a földi parttól eloldódott sajkám? Ha így éltem, ha így alkottam én, beiktatódott ez a költemény a világ örök fundamentumába. Isten szívébe és önnön magába. S nincs, ami onnan kitépje, kivágja. Először sírsz, azután átkozódsz, aztán imádkozol. Aztán megfeszített körömszakadtig maradék erőd. Akarsz, eget ostromló akarattal, s a lehetetlenség konokfalán zúzod véresre koponyát. Azután elalélsz. S ha újra eszmélsz, mindent újra kezdesz. Utoljára is tompa kábulattal, szótalanul, gondolattalanul mondod magadnak, mindegy, mind hiába. A bűn, a betegség, a nyomorúság, a mindennapi szörnyű szürkeség tömlöcéből nincsen. Nincsen menekvés. És akkor magától megnyílik az ég, mely nem tárult ki átkokra, imára,
erő, akarat, kétségbeesés, bűnbánat hasztalanul ostromolták. Akkor megnyílik magától az ég. És egy pici csillag sétál szembe véled. És olyan közel jön, szépen mosolyogva, hogy azt hiszed, a tenyeredbe hull. Akkor magától szűnik a vihar. Akkor magától minden elcsitul. Akkor magától éled a remény. Álomfáidnak minden aranyágán, csak úgy magától friss gyümölcs terem. Ez a magától. Ez a kegyelem. És azt hiszem, hogy most a végére értünk, hogyha kedvük tartja, és ismerős a következő dal, akkor ennek a gyertyagyújtásnak a szépségére énekeljenek velem. Köszönjük szépen, Horányi Tamás! És reméljük, hogy sikerült a szívekbe egy kis melegséget elindítani, hogy az majd szépen kiteljesedjék karácsony estére. A viszontlátásra! Köszönjük szépen a műsor, így nehéz megszólalni utána. El kell még mondanom, kedves hajdúdorogiak, hogy 2019-ben Horváth Zoltán polgármester úr kezdeményezésével útjára indult az adventi gyertyagyújtás rendezvény sorozat alatt egy pénzbeli adománygyűjtés, melynek teljes összegét minden évben egy-egy alapítvány, illetve szervezet részére kívánják átadni, segítve ezzel értékes munkájukat. Az angyalszárny segítői tartós élelmiszereket és fertőtlenítő szereket gyűjtenek az arra rászorulóknak. Az adományokat december 17-ig várják a Család és Gyermekjóléti Szolgálathoz a Nánási út 19 szám alá. Idén az angyalszárny program keretében
az Együtt Egymásért nagy családos egyesület részére szervezünk gyűjtést. Pénzbeli felajánlásukat a gyertyagyújtások alkalmával kihelyezett ládikákba tehetik. Tisztelt jelenlévők! A hagyományokat megőrizve zárul ünnepi műsorunk, sütemény és meleg tea várja önöket a faházaknál. A zserbó szeleteket a Gamesz konyha tündérei készítették a hajdúdorogi strandfürdőn termett dióból. Engem örömmel tölt el, hogy személyesen jelen lehettünk közösen adventi koszorunk első szál gyertyájának meggyújtásakor. Szeretettel várom önöket jövő vasárnap is. A második szál gyertyát Kocsis Fülöp érsek metropolita fogja lángra lobbantani. Addig is kívánok nyugodt készülődést, szeretetben bővelkedő hetet, a viszontlátásra! Leszállt az ég dicső királya, leszállt egy csöndes éjszakán. Jászolyban fekszik rongyruhában, aki a mennyet alkotál. Légy üdvözölve, szent karácsony, mert földre hoztad az eget. Ím elmúlik a bűnnek éje, hisz te az üdvöd hirdeted.